Két sikeres pályázatnak köszönhetően 9 megyében mintegy 11 helyszínen 182 fő önkéntes fiatal bevonását tervezi a Magyar Vöröskereszt szervezete a következő 3 év alatt. Guráj Edina elmondta, az önkéntes közösségek létrehozásának a célja a szervezethez csatlakozó önkéntesek azon készségeinek fejlesztése, amivel hatékonyabban tudják segíteni a Vöröskereszt munkáját. Jelenleg két önkéntes programba kapcsolódott be a megyei szervezet. Az egyik egy saját pályázatunk, amiben önkéntes közösségeket hozunk létre. Ezeknek az önkéntes közösségeknek különböző humán fejlesztési programokat valósítunk meg, kommunikációs tréninget, együttléteket, önkéntes találkozókat. A cél az volna, hogy minél több önkéntes egyrészt kötődjön a Vöröskereszthez, tehát hogy az önkénteseink számát tudjuk bővíteni. A másik része, a másik célja pedig az, hogy a már meglévő önkénteseinket erősítsük meg abban, hogy jó a szervezethez tartozni. A másik országos önkéntes program célja a fiatal felnőttek megismertetése az önkéntességgel, és olyan komplex képzések és szolgáltatások nyújtása, melyek révén a célcsoportok munkaerőpiaci és foglalkoztatási helyzete javítható. Minden fél évben 3 fiatalt vonunk be, akik egy megadott havi óraszámban segítik a munkatársainknak a napi munkavégzését, és ezért az önkéntes munkáért cserébe segítünk nekik abban, hogy jogosítványt kapjanak, illetve nyelviskolába járhassanak. Ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy mondjuk az egyetemi belépőhöz szükséges nyelvvizsgájukat minél hamarabb, minél könnyebben meg tudják szerezni. Azok a fiatalok, akik ide csatlakoznak, nagyon fontos elvárás, hogy a középiskolai tanulmányukat befejezzék, és sem felső is, tehát a felső fokú képzésben még ne vegyenek részt, illetve munkahelyen ne rendelkezzenek. A bevont önkéntesek számára a Vöröskereszt lehetővé teszi a B-kategóriás jogosítvány megszerzését, a nyelvi képzés biztosítását és az elsősegély tanfolyam elvégzését is.